Szerdán este Budapesten az FTC ellen játszott találkozóval zárta a felkészülési időszakot a DVTK Jegesmedvék. A magyar bázisú Erste Ligában három szezon után visszatérő Miskolci együttes ugyan nem tudta megismételni a Székesfehérvár elleni legutóbbi hazai produkcióját, de ahogyan Tokai Viktor vezetőedző fogalmazott, nagyon sok hasznos tapasztalattal gazdagodtak. Játékukba ezeket beépítve dolgoznak tovább a szeptember 17-én kezdődő szezon rajtig. Szerdán este a fővárosi Tüske csarnokban az FTC elleni mérkőzéssel zárta az előszezon találkozóit, majd a csütörtökön délelőtt már saját pályáján végzett kemény pörgős edzést a DVTK Jegesmedvék. A hangsúlya a Ferencváros ellen sem a számszerű eredményen, hanem a jégen mutatott produkción volt. A csapat terve arról szólt, hogy megismétlik majd a Fehérvár elleni legutóbb mutatott játékot. Igazából ezt teljesítményt szerettük volna átvinni a Ferencváros elleni mérkőzésre is. Sajnos nem így sikerült, valahogy nem jött most úgy ki a lépés, mind a játékunkban, mind a taktikában az ellenfél ellen. Igen, nem az eredmény a fontos, de most sajnos a játék képe se volt annyira bíztató, de ez a legfontosabb, hogy kijavítsuk a liga rajtra. A vezető edző szerint a DVTK mint csapat összeérett. Ezen nagyban segített, hogy szándékosan olyan ellenfelekkel mérkőztek, akik extra kihívás elé állították az új játékos keretet. A folyamatosság, a folyamatos jóra való törekvés lesz az az út, amit mi szeretnénk bejárni egész szezon kapcsán, és a lehető legkisebb kilengéseket produkálni teljesítményben és energiaszintben. Úgyhogy ebből most a srácok kaptak egy kis ízelítőt, hogy még egyszer mondom, hogy fog történni ez a szezon folyamán, és ebből aztán megpróbálunk építkezni. Ugyanis még van lehetőség a közös fejlődésre, a részletek tovább csiszolására, hiszen egy hét múlva, szeptember 17-én kezdődik majd az új szezon, amikor is a Győr érkezik Miskolci vendégjátékára.